Ebben a videóban tippeket és tanácsokat osztok meg veletek, amelyel sokkal jobb játékosok lehettek, és akár már az első meccseken látni fogod a fejlődést. Úgyhogy vágjunk is bele! Semmiképp se használd az alapcélkeresztet, helyette csinálj egy egyedit, amely a te stílusodhoz igazodik. Ugyanis az alapcélkereszt mozgás közben szétnyúlik, és esztétikailag sem a legszebb. Helyette mutatok párat, ami számomra bevált és eljutatott Eszkedantig. Találd meg a megfelelő egérbeállítást, nem tudom eléggé kihangsúlyozni, hogy ez mennyire is fontos. Minimum tudj 180 fokot fordulni kellemesen, anélkül, hogy leesne az egér az egérpadról. Illetve a Windowsba kapcsolt ki ezt a beállítást. Fontos, hogy a térképen mindent átláss, még akkor is, ha az ellenkező szájton vagy. Ugyanis ha a csapattársad nem infózza le, hogy hol halt meg, te ezt a térképen könnyedén látni fogod, és ezzel előre teszel szert. Ugye senki se szereti, hogy oldalba ölik meg. Negyedik, Enemy Highlight Color. Itt kettő színről beszéltünk leginkább, vörös és sárga. Tapasztalataim alapján a sárga körvonalú ellenségeket hamarabb megláttam, mint a vöröset, illetve kicsit sötétebb pályarészeken hamarabb észre fogod venni, és ezzel előnyöd van ismét. 5. Toxik csapattársak. Bizonyára bele fogsz futni, vagy már belefutottál ilyen csapattársakba, akik csak azért játszanak, hogy elcsesszék a játékot, vagy felhúzzanak. A legjobban úgy tudsz védekezni ellenük, ha lenémítod őket és reportolod in-game. Ne foglalkozz velük, koncentrálj a saját játékodra, hiszen nem tudod befolyásolni a viselkedésüket. 6. Elemezd ki a játékod. Ha van lehetőséged, vedd fel, hogyan játszol, és elemezd ki, hogy mit rontottál el, mit csináltál volna másképp. Ne félj kritikus lenni önmagaddal szemben, ugyanis az ember a hibáiból tanul, hidd el, megéri időt belefektetni, csak hogy mondjak pár példát, amivel fel tud venni a képernyőt, OBS, Shadowplay vagy éppenséggel Fraps. 7. Ranked előtti bemelegítés. Ha van időd és lehetőséged, semmiképp se adj ki a ranked előtti gyakorlást, pár perc a gyakorló pályán vagy 1-2 TDM nagyon sokat tud segíteni, hogy hamarabb belerázódj a játékba. 8. Fejmagasság. Rengeteg embert látok, akik a földet nézik, miközben játszanak, te ne tégy így, hisz mire meglátod az enemit, illetve a testére húzod, értékes másodperceket adsz az ellenség játékosának, hogy lelőjön. Mindenképp tartsd a fejmagasságot, ha az ellenségre számíthatsz, hisz könnyebb egy olyan embert lelőni, akinek már alapból a fején van a célkereszt, nem igaz? 9. Használd a képességet. Csak úgy, mint az előző pontban, itt is rengeteg embert látok, még magasabb szinten is, akik nem használják a karakter képességét. Legyen az Flash, lassító orb, vagy éppenséggel a Killjoy turret. A kör ezen múlhat, természetesen ne használjál mindent a kör elején, értelmetlenül. Ez idővel ki fog alakulni, ahogy egyre többet játszol a játékkal, ez egyfajta game sense. 10. Infózás. A kommunikáció kulcsfontosságú, ezért fontos, hogy aktívan csináld. Ha már csak annyit mondasz, hogy hol és kit láttál, vagy hogy mennyit sebeztél az ellenségbe, már is többet csináltál, mint az emberek fele. Emlékezz, hogy ez egy csapatjáték, és a csapatmunta kulcsfontosságú a sikerhez. 11. Maradj pozitív. Támogasd a társad és motiváld. Sokszor az ember lelkének egy nice try vagy egy well played elég nagy boostot tud adni. Semmilyen esetben ne flamed, mert ezzel csak rontasz. Valószínűleg tudja, hogy nem érte meccsét játsza, de igyekszik összekapni magát. 12. Felbontás. Az emberek kétfajta csoportra bonthatóak, vannak, akik a natív felbontást kedvelik, például 1920x1080, vagy akik az úgynevezett stretched resolution preferálják, például 1280x960. Szétnyújtott felbontásban a célkereszt nagyobb, illetve több FPS-t ad gyengébb gépeken. 13. Nézd másokat. Remek fejlődési lehetőség, ha profi vagy nagyobb szinten lévő játékosokat nézel, hiszen jobban átlátja a dolgokat és ösztönösen cselekszik. 14. Gyakorolj. Természetesen nem egy nap alatt leszel profi játékos, ha minden nap gyakorolsz egy fél órát, pár nap elteltével érezni fogod, hogy egyes dolgokat már is jobban csinálsz, mint amikor elkezdted a játékot. 15. Tanulj megveszíteni. Persze mindenki csak nyerni szeret, és mindenki utálja a veszítést, de akármennyire is próbálkozik az ember, nem minden meccsét fogja megnyerni. Fontos, hogy ne égj ki. Ha úgy érzed, tarts nyugodtan egy pár perces vagy órás szünetet, és fresh mentalitással kezd neki újra. 15+1. Mindenképp iratkozz fel, ha tetszett a videó, és kövess be Twitchen is, hiszen mindig Valorantot közvetítek, ha van bármiféle kérdésed, gyere fel Twitchre, és szívesen segítek, vagy itt a komment szekcióban.